lejátszotta első felkészülési mérkőzését a DVTK a 2023-2024-es idényben, és 3-1-re nyert a Putnok ellen. Hogyan láttad ezt a találkozót? Hát a felkészülésnek a része volt ez a mérkőzés. Befejeztünk a mikrociklusunk, az első mikrociklus, amit végig vittünk Miskolcon. Most holnap pihenne a passz, és indulunk Ausztria edzőtáborba. Nagyjából ezt vártunk, de kíváncsiak voltunk az új játékosokat megnézni, már mérkőzésen mondjuk úgy az ellenfél ellen kíváncsiak voltunk a játékosok, akikkel még gondolkozunk a jövőjükről, hogy tartsunk, ne tartsunk, vagy váltsunk, szóval ez a mérkőzés inkább erről szólt. De hogyha maga a mérkőzésről beszélünk, akkor szerintem az első fél idő elég határozottan játszottunk, elég jó helyzeteket alakítottunk, jó összjáték volt már, hiába, hogy csak első meccs, de szerintem elég jól nézett ki az egész. Másik fél idő egy kicsit szerintem visszaesett az irány, de mégis sikerült szabadrugásból gólt rúgni, szóval összesítésben első felkészülési mérkőzésnek megfelelt, amit elvártunk, azt teljesítettünk.